A mai videóban egy középhaladó forgó kombinációt hoztam nektek, aminek a középpontjában a Sea Vortex lesz. Ez az elem azért kapta ezt a nevet, mert valahol a Seahorse és a Vortex között van félúton. Illetve a mai videó egyben teszt is, mert nem biztos, hogy látjátok, de remélem, hogy halljátok, hogy beszereztem egy kis mikrofont, hogy egy picikét jobb legyen a videóknak a hangminősége. Egyébként borzasztóan nehéz ilyen rengeteg drótot eltüntetni ilyen kevés ruha alatt, de remélem, hogy működni fog menet közben. Minden esetre előre is elnézést kérek mindenféle technikai problémáért, és most vágjunk is bele a kombiba. Egy felugrással fogjuk majd indítani. A kiinduló helyzetünkben a belül lévő kezünk legyen alul, nagyjából fejmagasságban, a belül lévő lábunkkal fogunk tenni egy kilépést, és onnan a belül lévő lábról, ahogy elugrunk, a külső kezünket fogjuk vinni jó magasra föl. A belső kezünket megpróbáljuk betámasztani alkarnál, és a külső kéz pedig fönt lesz magasan nyújtva. Mivel forgórudon dolgozunk, a felugrásnál nem kell nagyon nagy lendületet venni, inkább fölfele ugorjunk, hogy egy olyan lendületet kapjunk a végén, amit még könnyen tudunk kontrollálni. A felugrás után pedig egy sétát fogunk csinálni a levegőben, mutatom, hogy ez hogy néz ki. Tehát indulunk a belül lévő lábunkkal, külső kéz föl jó magasra, és indul a séta. Teszünk néhány lépést, és ebből most egyenlőre lejövünk a talajra. A sétánál arra figyeljetek, hogy szép lassú és kontrollált legyen a lábmunka. Csípőből nem kell nagyon magasra emelni a lábat, csípőből kisebb a mozdulat, és inkább térdünk vezeti, és a lábszár pedig a térdet követi előre és hátrafele is. Sétánál annyi lépést csináljatok, amennyit jónak gondoltok, és az utolsó lépésnél, amikor a belül lévő lábunkat húzzuk előre, abból csinálni fogunk egy tért hajlatakasztást, és innen fog következni majd a Sea Vortex. Tehát felugrunk, megy a séta, szép lassan, kontrollálta, és az utolsó lépésnél, amikor a belül lévő lábunkat húzzuk előre, beakasztunk tért hajlatba, a külső lábunk pedig bemegy a rúd mögé. Elengedem a belül lévő kezem, kibújtatom a rúd elé, beakasztom könyökakasztásba, elkapom a másik kézzel, ezzel picikét ráhúzok a könyökakasztásomra, és kitolom a mellkast előre, amennyire csak tudom. Itt, hogyha stabilan tart a térdakasztásom, akkor a hátul lévő lábat ki tudjuk venni, és be tudjuk hozni azt is, előre keresztezzük a két lábat. Innen visszahozzuk a lábat hátra, visszafogunk a külső kézzel, és a könyökakasztásból át fogunk fogni, majd fani fogásba. Arra érdemes felkészülni, hogy amikor megcsináljuk a tért hajlatakasztást, és behúzzuk a másik lábunkat, a külső lábunkat hátra rúd mögé lábszárhoz, akkor egy picikét be fog gyorsulni a lendület. Ezért sem érdemes a felugrásnál nagyon nagy lendülettel indítani. Mikor megérkeztünk a tért hajlatakasztásba, hogy a külső kezünk fönt van magasan, a belül lévő kéz pedig itt volt alkartámasztásba. Innen ezt a belül lévő kezet megpróbáljuk elengedni, és kibújtatjuk ide a rúd elé, és megpróbáljuk picikét fej fölött könyökhajlatnál beakasztani. Ahogy megvolt az akasztás, hogyha azt érzitek, hogy ez itt stabilan tart, és megtapadt a könyökhajlat, illetve jól tapad a térthajlatakasztásunk, akkor fogjuk ezt a külső kezet, és átfogjuk
a másik kezünknek a csuklója környékére, az alkarra. És innen, hogy toljuk ki a mellkasunkat előre, egy picikét, nem kell nagyon agresszívan, picikét ráhúzzuk a könyökakasztásunkat a rúdra, és nagyon-nagyon szorítunk a térdhajlattal, illetve feszítjük neki a lábszárat a rúdnak hátulról. Hogyha itt úgy érzitek, hogy minden stabilan tart, akkor a külső lábat, ami hátul volt a rúd mögött, azt be tudjuk hozni előre, és rákeresztezzük a belül lévő lábunkra, ami be van akasztva térdhajlatnál. Amikor ebből szeretnénk visszajönni a rúdra, akkor a külső lábunkat mindenképpen zárjuk vissza hátra, lábszárhoz a rúd mögé. Térdakasztásunk marad. Elengedjük a külső kezet. Visszafogjuk a rúdra fej fölé, és a könyökakasztásunkból átcsúszunk egy fani fogásba. Fani fogásnál ugye a rúd itt van a felkarunkon kívül, picikét a könyök fölött. Megérkeztünk ide a fani fogásba, innen a két lábunkat kiengedjük egy pillanatra, és átfordulunk hátrafele egy térdhajlatakasztásba. Itt marad a fani fogásunk a rúda, ellenkező térdakasztás, másik lábunk combnál támaszt hátulról, és a térdakasztásunkkal azonos kezet ide hátrafele csavarjuk és elengedjük. Tehát amikor a könyökakasztásból visszafordultunk oda, hogy belül lévő kéz faniban van, külső kéz pedig fölötte, arra figyeljünk, hogy itt a külső kéz legyen hajlított könyökkel, viszonylag közel egymáshoz a két kéz. Itt karból határozottan húzunk, és megpróbáljuk kiengedni a két lábat, és megtartjuk őket a levegőben. Én itt keresztezni szoktam a két bokát, hogy még elegánsabb legyen. Ezt itt oldalt csak egy szempillantásra fogjuk megtartani, és onnan a forgás iránynak hátat fogunk fordítani, és megpróbáljuk beakasztani térdhajlatnál a fanival ellenkező térdakasztásunkat. Onnan a másik lábat behozzuk a rúd mögé, combnál betámasztjuk, és az akasztásunkkal azonos kezünket ide keresztbe hátra el fogjuk engedni, és ezt a pózt egy pillanatra megtartjuk. Innen a következő lépésünk pedig az lesz, hogy a szabad kezünket visszafogjuk a rúdra, és a fani fogásunkat kicseréljük egy hagyományos fogásra. Innen magunkra húzzuk a nyújtott lábunkat egy picikét, leengedjük a törzsünket, elengedjük a térdakasztással azonos kezet, és megpróbáljuk befogni egy hátsó fogásba. Innen nyújtott lábunkat picit leengedjük, fölül lévő lábunkat megpróbáljuk kinyitni, és tartunk egy terpeszt. Utána visszazárjuk a térdakasztásunkat, fölfogunk a térdakasztás fölé mind a két kézzel, picikét fölhúzzuk magunkat, és szépen óvatosan visszajövünk a talajra. Mutatom, hogy itt az átkötésnél mi az, ami igazán fontos nekünk. Ahogy benne voltunk a térdhajlatakasztásban, valahol ide érkeztünk meg, miután kiengedtük a fani fogást. Innen nagyon fontos, hogy egy picikét leengedjük magunkat, és ide becsukódjunk, mert hogyha itt maradunk fönt, hiába nyújtózunk hátra, nem igazán fogjuk tudni elkapni a rudat a hátunk mögött. Tehát be kell húzzuk a rudat, de egészen az oldalunkhoz és a csípőnkhöz, és onnan fogunk tudni nyújtózni hátra, és amikor elkaptuk a rudat, akkor pedig kinyitjuk a terpeszt. Visszaakasztunk, fölfogunk, és lejövünk belőle majd a talajra. Ezt először megpróbálhatjátok ti is ugyanígy fix rúdon. Végül nézzük a teljes kombinációnkat még egyszer egészben. Tehát belső kéz lent, belül lévő lábbal teszünk egy kilépést, fölszökkenünk, jön a külső kéz magasra. Innen indul a séta, szépen kontrolláltan. Tehát a belső lábat húzzuk előre, beakasztjuk térdhajlatban külső láb mögé. Belül lévő kéz kibújtat előre, könyökakasztásba is toljuk a mellkast előre. Innen kienged a hátul lévő láb, előre keresztezzük egy pillanatra, megtart. Utána visszajön a láb hátra, visszafogunk, és fani. Pillanatra megtartjuk magunkat oldalt, és fordulunk hátra térdhajlatakasztásba. Itt elengedjük külső kezünket. Utána visszafogunk,
Átfogjuk a fanit hagyományos fogásba, szép lassan beleengedjük magunkat. Jön a hátsó fogás. Onnan nyitjuk a terpeszt. Visszaakasztunk. Fölfogunk mind a két kézzel. És szépen óvatosan visszajövünk a talajra. Köszönöm, hogy megnéztétek a mai videót, remélem, hogy tetszett és hasznosnak találtátok. Hogyha így volt, akkor nyomjatok rá egy lájkot, osszátok meg egy rudas ismerősötökkel, és iratkozzatok fel a csatornámra még több hasonló videóért. Találkozunk a következő videóban, addig is jó edzést kívánok nektek, sziasztok!